Nem mondhatnánk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság december 7-i idei utolsó ülése formális lett volna. A tagok a múlt heti találkozójukon egy újabb elemmel, az észak-keleti nyelvjárási régió, azaz a Felső-Tisza vidék nyelvjárásával bővítették a megyei értékeit tartalmazó gyűjteményt. Egy olyan kulturális értékkel beülött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, amely úgy gondoljuk, hogy egy nagyon erős identitás növelő érték, és ennek a megmaradása az lényegében a magyarságunk és a nyelvünk megmaradását is jelzi, és ezért valóban szimbolikus az értéktárba való bekerülése, és hát azért nem előzmény nélküli, hiszen a Nyíregyháza városi értéktárban is szerepel az az érték, amelyet úgy nevezünk, hogy észak-keleti nyelvjárási régió, vagy felső-tiszavidéki nyelvjárás, amely nyelvjárás alapjában határozta meg azt a nyelvet, amelyet ma beszélünk, és ezért is mondjuk azt, hogy ez a nyelvjárás, ez egy olyan érték, amelyet meg kell őriznünk, át kell adnunk az utánunk következő generációnak, sőt éltetnünk kell, mert valóban alapjában határozza meg azt a magyarságot, amelyre büszkék vagyunk. Az értéktári jelölés előterjesztője Pálnél Lakatos Ilona nyugalmazott főiskolai tanár volt, aki a Nyíregyházi Egyetem Nyelvtudományi Intézeténél már az 1990-es években elkezdte kutatni a hármas határ menti nyelvhasználat történelmét. Ez adja az alapját a 19. század közepétől kibontakozó egységes irodalmi nyelvnek, amit ma inkább köznyelvként emlegetünk. Ugye ez az egységesítési folyamat, ami tulajdonképpen a nyelvújítási folyamatban öltött testet, szükségszerűen jött létre, hiszen szükség volt egy egységesen beszélt nyelvváltozatra, és ez a mesterségesen kialakított nyelv, kicsit egy eszményi nyelvváltozat, több tájegységnek a nyelvjárását ötvözte, de leginkább a mi észak-keleti nyelvjárás típusunkat. Ez összefüggött egyébként ennek a területnek a kulturális szellemi örökségével is. A megyei értéktárban nem csak maga a nyelvjárás, hanem az elmúlt csaknem 30 év kutatási anyaga is bekerült, ez pedig a következő évek, évtizedek kutatásaiban is nagy segítség lehet. A sajtótájékoztatón elhangzott, a felső-tiszavidéki nyelvjárás ugyan kiveszőben van, elsősorban a szatmári és beregi térség idősebb korosztályai mai napig használják. A cél az, hogy jellegzetességei a jövőben is fennmaradjanak, a fiatalok pedig a közoktatásban is részletesebben megismerkedhessenek a régió dialektusával.